Az MSZP kérdése alapján nem lehet népszavazást tartani a vasárnapi boltbezárásról. A Nemzeti Választási Iroda elnöke megint elutasította a kezdeményezést. Áprilisban a munkáspárt beadványával az volt a baj, hogy túl későn. Most a szocialistákéval az, hogy idő előtt adták azt be. Mint a viccben, ez a van sapkája, nincs sapkája. Amikor a munkáspártnak sikerült beadnia a kérdését, és ezzel megelőzte az MSZP-t, az volt a baj, hogy nem voltak elsők, mondja Harangozó Tamás. Most az a baj, hogy mi voltunk a leggyorsabbak, és mi nyújtottuk be legelőször. A munkáspárt tiltott módon népszavazással alkotmányba íratta volna a vasárnapi szabadnapot, ám mivel megelőzte a vasárnapi boltbezárást ellenző MSZP-t, az utóbbit elutasította a Nemzeti Választási Bizottság áprilisban. A kúriától az MSZP felülvizsgálatot kért. Június 30-án a bírák ezt elutasították, ezzel nyílt meg a lehetőség az újabb kérdés beadására a választási irodára. Fölrakta a honlapjára. Amint ez a honlapon megjelent, köztudomásúvá vált, hogy a döntés megszületett, mi befutottunk, szó szerint tessék most már ezt érteni, és leadtuk a kérdésünket egyébként elsőként. Ám ezt, mint idő előtti formai hibásat elutasította a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A kúria döntése ugyanis a saját honlapján csak 2 órával később jelent meg, mint a választási irodáén, és az a mérvadó, mondja. Ragaszkodva a korábbi gyakorlathoz, amit csináltunk például a munkáspárt és az MSZP-nek ugyanezen kérdésénél, még áprilisban, akkor is a kúria honlapon való közzétételtől számítottuk a jogerőt. A sorrendben harmadik egyetlenként tovább engedett beadványozó, Vajda Zoltán hivatkozik is rá, hogy a kúria honlapján megjelent a döntés, mondja az elnök. Ha én most állandóan azt veszem figyelembe, hogy melyik pártnak, melyik kezdeményezőnek mi a jó, akkor én mindig másfajta döntést fogok hozni, én viszont ragaszkodom ahhoz, hogy egyforma döntés szülessen részemről. Az MSZP nem tudja, komolyan veheti-e a jövőben bárki a Nemzeti Választási Iroda közléseit. Ez egy vicc, egy méltatlan vicc, ezért mondtuk azt, hogy hát nem nagyon van mit tárgyalnunk, sem Pál Fionával, sem ezzel a választási irodával és bizottsággal, mi el fogjuk vinni a bíróság elé. Kaotikus a jogi helyzet, amiben talán kevesebb érv szól a szocialista párt jogértelmezése mellett. Ezt mondja az Eötvös Károly Intézet igazgatója. Alkotmányjogi visszásság szerint, ahogy nem tudhatják a polgárok, hogy lehet beadni érvényesen kezdeményezést. A bírósághoz fordulás szerint az MSZP-nek a törvény most nem engedi meg, de még sincs veszve az ő ügyük épp a gyorsaságuk miatt. Benyújtják újra a kérdésüket, akkor amíg az ő ügyük el nem dől, amiben pedig végső soron a bíróság dönthet a törvény szerint, addig nem előzhető meg az ő kérdésük, ha ők végigjárják ezt a törvényi eljárási utat, akkor blokkolni fogják a többi népszavazási kérdésnek az ügyét. Szerdán a kúria elnöke, a Nemzeti Választási Iroda vezetője és az igazságügyminiszter találkozik a bizonytalan törvény miatt. Pál Fiola szerint, ha 15 napon belül megtámadják az ő elutasító döntéseit az érintettek, a választási bizottságnak, vagy ha utána bíróságra mennek, a kúriának kell végső soron döntenie.